Egy hatalmas csokoládétorta kíséretében ünnepelték a lakók Bonyhád várossáavatásának 45. évfordulóját. A rendezvényre kilátogatók színvonalas zenés, táncos és egyéb interaktív programokat élvezhettek, az est méltó lezárásaként pedig a Republik Együttes adott koncertet. Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármester asszonya elmondta, 1977-ben hasonló időjárási körülmények között vehették át a hivatalos, várossá minősítő okiratot, de a mostanihoz hasonló hideg akkor sem szegte kedvét az embereknek. 45 éves Bonyhád városa. A művelődési háznak volt egy nagyszerű ötlete évekkel ezelőtt, pontosan 3 éve, és egy nyertes pályázata ennek köszönhetően álmodták meg a Városnapja rendezvényt. Nagyon sok településen van az országban Városnapja, de általában ilyen alkalmakkor városi rangos díjakat, kitüntetéseket szoktak átadni. Bonyhád önkormányzatának pedig a rendelete szerint mindig valamelyik nemzeti ünnephez kapcsolódik egy kitüntető díj, ezért egy sokkal színesebb és egy ilyen nagy forgatagot álmodtunk meg körülbelül 1/2 évvel ezelőtt erre a napra, hogy hétvégén, amikor együtt teszünk és nincsen munka, akkor március 31-én lett ugye 77-ben város Bonyhád, ahhoz a legközelebb lévő hétvégére terveztük ezt a programot. Mindent szerintem nagyon klasszul összeraktunk a sportcentrum és a művelődési központ munkatársaival közösen. Tényleg nagyon sokat dolgoztunk annak érdekében, hogy végre 2 olyan év után, amikor a járványhelyzetben semmilyen nagy közösségi programot nem lehetett szervezni, hiszen a város egyik legnagyobb programja, a Tarka Fesztivál elmaradt a tavalyi esztendőben, sőt előtte is, hogy legyen végre egy nagy színes forgatag, amiben a legkisebbek és az idősebbek is megtalálják a maguk programját, és jól érzik magukat. Sajnos az időjárás közbeszólt, úgyhogy nem tudunk a rendezvénytéren azt megvalósítani, amit megálmodtunk, de bízom abban, hogy ennek ellenére itt bent a művelődési központban minden egyes helységében van valami szórakoztató program, most éppen egy koncert zajlik, átadtuk már a város tortáját, átadásra került már a meghirdetett rajzpályázatnak a győzteseinek az ajándéka is, hiszen az Én Városom Bonyhád címmel a Kolónia Alapítvánnyal közösen kiírtunk egy versenyt alsós és felsős tagozatosoknak, több mint 200 gyermekrajz érkezett erre a felhívásra, és ennek a díjátadásán is már túl vagyunk, de aki még csak most jön ide és később csatlakozik hozzánk, késő estig meg remélem, hogy megtalálja a szórakozását. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője elmesélte, hogyan emlékszik vissza arra a napra, amikor Bonyhád település megkapta a várossá nyilvánító okiratot. Bonyhád város 45 évvel ezelőtt lett város, a nagyközségből várossá avatták, mégpedig 77 április 1-én. Az ünnepségre egyébként március 31-én került sor, és az akkor illetékes elvtárs elhozta ezt a dokumentumot, és egy 9,5 éves kislány adott át neki virágcsokrot, akit Ferenc Ibolyának hívtak, a mostani polgármester. Egyébként hasonlóan nagyon rossz idő volt, sőt sokkal rosszabb. Az ünnepség előtt néhány nappal 30 centis hó esett, március 29-én, és így azokat a fenyőfákat, amiket gyökér nélkül oda tettek a csúnyább épületek elé, azok mind kidőltek a hósúlya alatt, de most már azt gondolom, hogy Bonyhád tényleg egy olyan szép kis város lett, hogy nem kell sehova ilyen rossz fenyőfákat tenni és eltakarni semmit, hanem nyugodtan büszkék lehetünk arra, amit elértünk azóta, és nyilván azon dolgozunk, hogy a későbbiekben is ilyen sikereket érjünk el. Ma az ünnepi események zárásaként Republik koncertre kerül sor. Remélem, hogy az itt élők, környékben élők, mindenki, aki eljön a koncertre, jól fogja érezni magát. A rendezvénysorozatra ellátogatók részt vehettek családi programokon, pólófestésen, könyvbemutatón, kipróbálhattak VR és óriási társas játékokat, valamint megtekinthették a helyi breaktánc együttes és a szombathelyi kötélugróklub műsorát is.